Ez a légvédelmi jármű egy nagyon unfair dolog. Tehát a fair play-től nagyon messze el ebben a játékban. Sziasztok, Necrocrim vagyok, és hát beültem én is ebbe a légvédelmi ágyúba. Azért tudjátok, én többségében azért repülök. Szóval szeretek repülni, és nagyon-nagyon utálom azt, amit úgy hívunk, hogy légvédelmi ágyú, mert amint meglátom már a pályát, olyan szinten szűkre csinálja a repülők, illetve hát a helikopterek számára főleg, hogy gyakorlatilag elveszi a játék élvezetét, és ugye idővel meg is patchelték rendesen, és levették az erejéből a 6 rakéta helyett, már csak 4 van, gyorsabban kifogysz a lőszerből, de még mindig elképesztő, hogy mit lehet csinálni igazából ezzel a járművel, hogyha megtalálod a pályán azt a megfelelő pontot, amit el tudsz foglalni, és jó rálátásod van igazából a pálya jó háromnegyedére, gyakorlatilag az eget te uralod, nem a helikopterek, amelyek, ahogy lenni kéne, ahogy volt Battlefield 3-ban. Így hát beültem én is, kicsit az anti-airbe. Vannak dolgok játékokban, amit elfből nem csinálok, mert hogy betartom, szeretek betartani a játék etikát, de viszont ki akarom próbálni, hogy hát tudjam, hogy milyen, hogy lássam, hogy miért szeretik annyira az emberek. És ugye az egyik ilyen számomra az anti-air, mert hopp, itt fel akartak C4-ezni, észrevettem a radaron. És az egyik ilyen számomra az anti-air, mert egy nagyon unfair dolog, gyalogsággal szemben is elég, na, én mondhatom, hogy nagyon effektív. A repülőkkel szemben, bármilyen repülőjárművel szemben, hát legyőzhetetlen igazából, bár a múltkor nagyon eszméletlen jó kört futottam Dani kollégával, olyan sunyi módon Attack Chopperrel a légvédelmi ágyú mögé mentünk, illetve jármű mögé mentünk, és olyan gyorsan kiszedtük, hogy észbe se kapott. Úgyhogy ha Attack Chopperrel légvédelmi járműre vész, mindig törekedj hátulról belemenni, és a lövészednek legyen a TV-je, vagy laser guided rakétája, mert a kettő együtt egy körből ki tudja szedni. Úgyhogy, ja, ezek ilyen tippek. Úgyhogy minden esetre itt igyekeztem megfelelni a pálya kihívásainak, hát nem nehéz ezzel a járművel, hogy őszinte legyek. Tehát ami, és ez a pont, ez a Altair Range nevű Altair Range nevű pályán, ez a pont nagyon jól megfelel arra, hogy belásd a pálya nagy részét, de vigyáznod kell erre bizony, hogy itt a kis G-pontot ne foglalj el az ellenfél, mert akkor ugye gyakorlatilag a vége a partinak, és ezért is jöttem vissza, és hál' Istennek azért itt jött egy másik kis Infantry Fighting Vehicle, hogy így mondjuk. Szóval minitank jött így besegíteni, és így gyakorlatilag nem volt nehéz visszafoglalni, tehát erre a G-re vigyázni kell, mert az igazából tudja okozni a vesztét a dolognak, és gyakorlatilag is végül is majd az én vesztemet is okozta. Viszont, hogy miért jó még ez a pont, ugye, ehhez viszont megkívánja, hogy a D is a csapatot kezében legyen, de az annyira talán elkerülhető, hogyha elég figyelmes vagy. És itt már láttam, hogy ugye E-nél jön egy másik love tulajdonképpen, és el fog kezdeni harcolni a miénkkel. És ugye itt jön megint csak az effektív része ennek a kis légvédelmi járműnek, hogy gyakorlatilag a megfelelő időben bekapcsolta az Active Protection-t, és lőttem én is. És tudod, ha esik, ha puffan, csak beadja, és közben felszáll egy helikopter elnél, szóval hihetetlen, mit lehet leművelni ezzel a járművel, szóval ennyi. Ennyi, még mindig ennyi, hogy úgy mondjam. Szóval, hogy megfelelő távolságba kerülsz, és most már ugye rákényszerítették a patch-ekkel a légvédelmi járműveket, hogy beljebb menjenek a pályán, így aztán kénytelen vagy vele megtalálni az olyan jó kis pontokat. Závodon is rengeteg olyan jó kis pont van, el tudsz bújni, és rá lehetsz a teljes pályára. Ha még van egy kis
sütnivalód vagy jobban harcolsz járművekkel, akkor van, aki be tud rakni neki zuni rakétákat, és akkor igazi kis romboló eszköz lesz belőle, meg közel tudsz venni a repülőkhöz, azt a gépágyú elintézi igazából közelről. A másik meg... meg az uni rakétáka effektíven ki tudott szedni a gyalogságot is magad körül, úgyhogy pecs ide vagy oda, ez a jármű még mindig elmebeteg, hogy úgy mondjam, szóval nagyon durván lehet vele játszani. Itt rájöttem, hogy már nagyon lejöttem ehhez, amit nagyon nem szerettem volna, úgyhogy szépen visszamegyek a kis camp pozícióba. A tankos technikák beválnak itt, hogyha így megtalálod ezt a jobb pontot, és akkor itt távolod, egy bim, bim, bim. Így nem is tudom, ki kérdezte volt tőle, hogy mi az Isten az élvezet ebbe az anti-erbe, hogy megállnak egy ponton, és lövik az embert. Ugye, hát pilóta szemszögből kérdezted, hogy mi az Isten élvezet benne. De mikor belőz a kocsiba, és így random arrayed járkál két-három helikopter, így két percenként, akkor igen, meg tudja emelni a játékélményt, hogy azt mondjam. De ugye talán nem fejeztem be ugye abból, hogy vannak néhány dolog, amit ebből nem használok a játék. Most az egyik, hogy az anti-air lévén, hogy jobban szeretek pilóta lenni, mert lévén, hogy overpowered, így aztán nem szoktam beleülni. Akkor ülök már bele, ha már nagyon tököm ki van az ellenfél pilótájával, mert hogy annyira jól játszik. Akkor fogok egy anti-airt és lövöm. De jobb szeretem úgy kihasználni az anti-air tulajdonságát, hogy valamelyik csapattársam használja és helikopterrel mindig körülötte, mögötte, előtte mozgok, és ha letámad az ellenfél pilotája, akkor legyen mindig ott körülöttem az a saját légvédelmi járművünk, amit hát valaki más vezet. Szóval, ja, például, ja, van még egy-két dolog, amit így nem szívesen használok a játékban, hogy Levin Overpower megtartva a játéknak a fair play részét, de most már muszáj volt kipróbálni, hogy így patch után, hogy így megpatchelték, levették az erejét, mennyivel effektívebb. Hát igen, ja, itt lett vége igazából a kis szerencse résznek, és hát ezután láthattok még egy kis vége felé játékot, mert akkor sikerült megkoparintanom a végét, de nem figyeltem, hogy elvitték G-t, és ez lett bizony a vesztem. Reménykedtem, hogy vissza tudjuk foglalni, de ugye a körbevesz a gyalogság, annyira nem tud effektív lenni semmilyen jármű. Gyakorlatilag itt már próbáltam kimenekülni, igazából, de már mindegy volt, mert fölcénégyeztek. Epic. Nos, ennyi lett volna röviden, hogy a végét, a játék vége felé még akadt itt egy-két dolog, de amint mondtam, effektív tud lenni. Hogyha hasznosan szeretné játszani ezzel a járművel, hogy egy kicsit a játék etikánál is megmaradjunk, akkor kísérd a helikoptert. Azért kísérd a helikoptert, mert a jó pilóta vigyáz rád, szóval én amikor helikopterbe szoktam ülni, és látom, hogy az anti-air bajba van, akkor azonnal elkezdek rá vigyázni. Szóval lövök, arra viszem a lövészt a attack chopperrel, mindenképp megpróbálom megvédeni, mert a helikopter számára a baráti légvédelmi jármű kulcsfontosságú, mert ahogy a légvédelmi jármű megy előre, úgy tudsz te is előre menni, ezáltal megvédeni magad az ellenfél pilótái, helikopterei ellen, hogyha netán ugye helikopterben ülsz. Viszont az anti-airesnek óvatosnak kell lennie, mindig maga előtt kell engednie a többi járművet, illetve a gyalogságot, ő egy kicsit háttérből mozgolódnia, viszont ha anti-airben vagy, akkor menj, nyomulj előre, ezzel segítve a helikoptereket, hogy kitolják azt a bizonyos határt, hogy minél előrébb tudjanak ők is menni. Nézzétek meg, ez egyszerűen képesztő, ha már nagyon közel van a helikopter, már nem tudja kivédeni a rakétákat se, úgyhogy hát ez szörnyű, amit leművel ez a kocsi. Na, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, ha gondoljátok, akkor még töltetünk fel ilyen kis taktikákat anti-airrel, továbbá anti-air helikopter kombóról, de arról talán majd egyszer kép és későbbiekben beszéltünk, hogy miért tud egy effektív páros lenni az anti-air helikopter kombó. Köszönöm a figyelmeteket, Necrokrim voltam, sziasztok!